Sziasztok! Robi Ádám vagyok a Ustream-től, és most a Kotlinról fog egy kicsit beszélni. Ki az, aki közületek látott már programkódot? Akkor a többség igen. És ki az, aki ismeri a Kotlin? Kicsit kevesebben. És a Kotlin az igazából nem ez, és nem ez. Tehát ez egy programozási nyelv, amit a JetBrains alkotott. Ugye a JetBrains írta az ideát is, és még sok más ilyen fejlesztői környezetet, és nekik az volt a fő céljuk ezzel, hogy egy egyszerű nyelvet alkossanak, ami pragmatikus, tehát nem egy akadémikus nyelvről van szó, hanem egy nagyon egyszerű eszközről, ami Java kóddal együtt tud működni, Java bytecode-ra fordul, a JVM-en fut, és JavaScript-re is tud fordulni, tehát lehetőséget ad arra, hogy egy nyelven írjuk meg a teljes stacket. És hogyha valaki esetleg elolvassa a marketing szöveget, akkor ott ilyeneket fog látni, hogy kevesebbet kell írnom kódot, és mégis produktívabb leszek. Megoldja a Java-ban lévő problémáknak egy jelentős részét, illetve továbbra is használni tudom Kotlinból a Java ökoszisztémát, illetve, ugye, mint már említettem, tudok frontend és backend kódot is írni Kotlinban. Együtt tud működni Java-val, tehát Kotlinból Java klasszokat tudok behívni, és vice versa. És más próbálkozásokkal szemben ez könnyen felhasználható. Tehát, hogyha esetleg valaki próbál meg mondjuk Clojure-ből behívni Java-ba, vagy akár Scala-ból, vagy fordítva inkább ez, ami probléma szokott lenni, akkor ott azért akadályokba ütközik az ember. És még az volt a céljuk ezzel, hogy egy olyan eszközt adjanak, ami nem növeli jelentősen a komplexitást a Java-hoz képest. Fogok mutatni pár példát, amiben szemléltetni próbálom, hogy néz ki egy Java kódhoz képest egy Kotlin kódbázis. Ugye, amit itt látunk, az egy pogyó, igazából van benne minden, ami kell, és az egyetlen nagy probléma vele az, hogy ebből sokat kell írnom, akkor nem csak a kezem kopik el, de még a billentyűzetről a betűk is lekopnak. Egy kicsit hosszú. Ugyanez Kotlinban így néz ki. Igazából bevezettek pár új fogalmat a Kotlinban, az adatosztályokat, ami itt látszik. Igazából az ugyanazt csinálja, mint a baloldali kód, legenerálja azokat a függvényeket, amiket esetleg Javában mondjuk lombokkal tennék meg. Csak ez még működik is. És a konstruktorokat is egy kicsit leegyszerűsíti, nem kell kiírnom kézzel, tehát alapvetően a kezemet kíméli, meg egy kicsit az idegeimet is. Amit itt látunk, az egy dekorátor, egy elég gagyi javás dekorátor. Ugye ez a probléma, hogy az array listet extendálom ezzel a dekorátorral, és olyan funkciót akarok hozzáadni, hogy kiírassam a lista tartalmát ilyen emészthető formátumban. Csak ugye az a baj, hogy linket listával nem működik, és hogyha esetleg a listát akarnám implementálni, akkor nagyon sok kódot kéne írnom. Erre találták ki Kotlinban az extension function-okat. Gyakorlatilag, amit megtehetek, az, hogy fogok egy tetszőleges class, és hozzá csapok egy függvény, ami az implementációjában használhatja az adott class belső state-jét. Tehát egy kicsit leegyszerűsíti az ilyen jellegű munkát, és tudok vele olyan kódot írni, ami már meglévő rendszerekkel tudja az együttműködést könnyebbé tenni. Ugye bármi lehet itt, akár egy frameworknek a kódja is. Tipikus probléma Javában, ez az, amikor sok ilyet írok, null checkek, hát nem. Kotlinban bevezették ezt a lehetőséget, hogy a kódomban nem lehet null. Hogyha nem teszek kis kérdőjelet a típus deklaráció mögé, akkor az az érték nem lehet null, és hogyha ezt keresztül viszem az egész rendszeremben, akkor meg tudok szabadulni a nulltól. De hogyha esetleg a kóddal akarnék együtt működni, akkor kapok operátorokat, amik segítik a munkámat. Ugye, amit említettem, deklaráltok úgy változott, hogy lehet null az értéke, és ezzel a null safety operátorral csekkelhetem, hogy nulla. Hogyha itt a user null, akkor ezeket már nem fogja kiértékelni a JVM. Ez a kód gyakorlatilag egy sima Java függvény,
amiben az előbbi példából használt usernek az első címét akarom visszaadni. A Kotlin változata nagyon hasonlóan néz ki, viszont a Kotlin fordító képes arra, hogy kitalálja a típusokat helyettem azokon a helyeken, ahol egyértelmű, hogy milyen típus kéne használni, és ezt odáig lehet egyszerűsíteni, hogy gyakorlatilag egy soros függvényeket tudok írni, hogyha a kódomból egyértelműen kiderül a kontextusból, hogy milyen típusokat akarok használni. Itt például tudjuk, hogy az addresses objektumunk az addresseket tartalmaz, tehát hogyha abból az elsőt kiveszem, akkor az mindig egy address lesz. Amit itt látok, ez egy másik egyszerűsítés a Kotlinnak, hogyha függvényem egy soros, akkor nem kell kiírnom a kapcsolatzárójeleket, hanem csak egy kifejezés, és automatikusan ki tudja találni, hogy mivel fog visszatérni a függvény. Valószínűleg írtatok már pár ilyet javában. Ez gyakorlatilag sorok beolvasása egy fájlból, és ugye javában vannak checked exception-ök, tehát vannak olyan pontok, ahol mindenképpen el kell kapnom a hibákat. Kotlinban ezt egy kicsit leegyszerűsítették. Egyrészt nincsenek checked exception-ök, tehát nem kell elkapnom semmit, illetve amit már korábban említettem, hogy egy nagyon vékony réteget adnak a java köré, ami olyan funkciókat, illetve olyan viselkedéseket implementál Kotlinban, amit nagyon gyakran használtak, például a fájlból sorok beolvasása. Úgyhogy gyakorlatilag ez a kód Kotlinban ugyanezt csinálja, mint ez javában. Bekerültek ugye a lambdák java 8-ba, és amit itt lehet látni, az ezeknek a használata. Van egy interfészem, ugye ez kell ahhoz, hogy lambdaként tudjam használni itt paraméterként, és itt meg a felhasználása látszódik. Ehhez képest Kotlinban bevezettek egy ilyen kis shorthandet, ezt. Így tudom megvenni, hogy milyen paramétert vár egy lambda, és miért fog visszaadni. És így nem kell külön interfészeket deklarálnom, és a felhasználásuk is egy kicsit egyszerűbb. Amit itt látok egyébként, ez egy másik példája ennek a kis vékony rétegnek, amit a Kotlin ad. A stringhez hozzáadtak az isNotEmpty függvényt, ami ugye javában nincs benne. És ami érdekesség ennek a dolognak, hogy a Kotlin a saját ötleteit is újra felhasználja. Tehát, hogyha megnézitek a forrást, akkor ez egy extension function lesz. Tehát igazából nagyon vékony réteget ad a java köré, és utána a Kotlin fejlesztő igazából magát a Kotlin használják fel újra, ahhoz, hogy feature-öket adjanak a nyelvhez. Ez kicsit hasonlít más nyelvekhez is, ahol az ilyen jellegű funkcionalitás az vagy library-ként érkezik a nyelvbe, vagy a nyelvhez adják modulként, tehát nem szintaxist ad hozzá a nyelvhez egy-egy ilyen dolog. Ilyet már esetleg láthatatok korábban, ez nagyjából egy objektumnak a bejárása, és abból valami értéknek a kinyerése. Itt például az történik, hogy az addressek közül kiválasztom azt, amely az első olyat, aminek van városa. Bocsánat, nem, itt összegyűjtöm a városokat az addressekből. Tehát gyakorlatilag egy olyan műveletet végzek el, ami egyfajta szűrése a már meglévő adatoknak, és erre Kotlinban van egy ilyen lehetőségünk, a funkcionális primitíveket hozzáadták a nyelvhez, és gyakorlatilag így kicsit egyszerűbben meg tudok fogalmazni ilyen jellegű szűrési feltételeket. Tehát nem kell forcikust használnom, hanem több eszköz is a kezemben van ahhoz, hogy egy adott feladatot elvégezzek. Ugye az összehasonlítás igazából nem annyira fel, mert java 8-ban szintén bekerültek ezek. Viszont van egy jelentős különbség, hogy javában ez csak streameken működik. A Kotlinban viszont nincsen különbség streamek és listák között, vagyis iterébölök között. Tehát egy kicsit egyszerűbben tudom használni ugyanezt a funkcionalitást, mint javában. Illetve Kotlin még azt is meg tudja csinálni, mondjuk ebben a példában pont nem látszik, hogy funkció pointereket nem csak osztályokon használható, hanem objektumokon is.
Ez a példa azt mutatja be, hogy hogyan tud Kotlin nyelvvel együttműködni. Gyakorlatilag annyi történik, hogy itt átívok Kotlinba, itt pedig Kotlinból hívok Javába, és a Kotlin fejlesztői azt is megoldották, hogy mi történik akkor, hogyha a körkörös dependencia van Java és Kotlin osztály között. Itt ugye ezek egymástól függnek. Mint látható, eléggé egyszerűen felhasználható a dolog, tehát nem igazán fájdul meg tőle az embernek a feje. Hogyha esetleg valaki kedvet kapott volna, akkor van pár tippem, hogy mit lehet mondani az esetleges főnöknek, aki meg fogja kérdezni, hogy miért akarjuk ezt használni. Ugye ez az iparból jött ez a nyelv, tehát nem egy egyetemről, ahol kicsit el vannak szakadva a valóságtól, vannak ilyen nyelvek. Open source és ingyenes, tehát nem kerül semmibe a felhasználása. Van hozzá egy egyszerű konvertáló eszköz, amivel Java kódot lehet Kotlin kóddá konvertálni. Gyakorlatilag össze lehet keverni a projekten belül Kotlin és Java kódot, ehhez nagyon jó Turingot adnak. Minden korábbi már létező Java frameworkot lehet használni Kotlinból is, és van hozzá egy elég jó IDE, ugye az IDEA. Olyan programozók is könnyen tudják olvasni a kódot, akik csak Javát ismernek, mert nem olyan jelentős a különbség a két nyelv között, és úgy is el lehet kezdeni használatot, hogy csak mondjuk teszteket írtok benne. Tehát nem kell az egész kódbázist átkonvertálni Kotlinra, mert egy projekten belül ugye együtt tudnak működni. Illetve a JetBrains a saját bevallása szerint is kiáll a Kotlin mellett, tehát ez az ő bevételeiket is növeli. Nem nagyon valószínű, hogy valaha, vagyis a közeljövőben azt fogják mondani, hogy ezt nem fogják továbbfejleszteni. Nagyjából ennyi volt, amit szerettem volna mondani. Kinek van kérdése? Igen? Mire használjátok a Ustream-nél? Van egy projekt a Ustream-nél, ami gyakorlatilag egy ilyen tesztelőeszköz. Belső felhasználásra írjuk, és az a terv, hogy az év végén, vagy a jövő évben open source-olni fogjuk. És azért választottuk a Kotlint, mert csináltunk egy kutatómunkát, hogy kinek milyen kompetenciái vannak, és a versenyben lévő nyelvek közül ez jött ki nyertesként. Őszintén szóval, én nem bíztam benne, hogy ez ennyire jó lesz, de én kellemesen csalódtam. Azt akarom kérdezni, hogy az, hogy létező Javás túlok tudják használni, az is jelenti, hogy lehet a control space-t vadul ütni? Bocsánat, nem hallottam. Tehát, hogy a control space-t lehet vadul ütni? Tehát, hogy megy ez az IntelliSense dolog? Ez igen. Gyakorlatilag nem érzel változást, hogyha Kotlin kódot olvasol. Annyi, hogy amiket feldob, azok Kotlinos lehetőségek lesznek. És itt még ezt megemlíteném, hogy ugyanúgy lehet Gradle-t használni, lehet Spring-et használni, tehát mi is a projekton olyan eszközöket használunk, amik igazából Javában lettek megírva, de felhasználtuk Kotlinhoz aránylag fájdalommentesen. Akkor én még kérdeznék még egyet, és mi a rossz benne? Ez egy nagyon jó kérdés, mert egy-két dolgot tudok említeni, ami fájdalmas volt. Például tesztelésnél, hogyha esetleg valaki Mockitót használ, akkor van pár olyan pontja a Kotlinnak, amiben ők azt mondták, hogy mi ezt így fogjuk csinálni, és ez nem mindig kompatibilis. Például az osztályok azok alapból final kulcsot kapnak, és ez mokkolásnál fájdalmas tud lenni, hogyha nekem kézzel mindent át kell raknom openbe. Tehát ilyen apró idegesítő dolgok jönnek elő, de aránylag ritkán. Tehát ugye az élményt azt nem sokban mondja. Köszönjük szépen! Én köszönöm!